Jó napot kívánok! Kovács Bence vagyok. A Kőrösi Csoma Sándor program keretében 2019. szeptemberétől 2020. júniusáig Stuttgartban és Ulmban végeztem ösztöndíjas szolgálatomat, mint cserkészvezető. Székely Enikő, az Ulmi Magyar Kultúregyesület elnöke kért fel ennek az előadásnak a megtartására. Az eredeti tervek szerint áprilisban személyesen utaztam volna oda, ezt azonban a koronavírus okozta helyzet nem tette lehetővé, így virtuálisan, Tiszaújvárosi otthonomból beszélek a trianoni békediktátum egyes következményeiről. 2019-ben végeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem földtudomány alapszakján geográfia szakirányon. Jelen előadásban földrajzi szempontok alapján fogok bizonyos, a békediktátumot érintő témákat közelebbről megvizsgálni. Ez a videó nem lesz sem egy átfogó elemzés, sem egy történelmi áttekintés. Nem tudományos célzattal, hanem ismeretterjesztő szándékkal készült. A tényeket, eseményeket mind ismerjük. A puszta szám adatokat két kattintással bárki megtalálhatja az interneten. Csak azért videós előadást készíteni, hogy elmondhassam például, hogy az erdőink 84%-a került az új határokon túlra, szerintem felesleges. De mit is jelent ez a szám, miért fontos? Az erdőkben található fák egyrészt fontos ipari nyersanyagként ugyancsak jelentik építkezések alapanyagát, mint közvetve munkahelyeket az erdők közelében élőknek. Sok helyen fűtőanyagként is hasznosítják a fákat. Az erdők természeti szerepe kiemelt jelentőségű. Dr. Mátyás Csaba, a Soproni Egyetem emeritus professzora következőképp fogalmazza ezt meg. Az erdő szerepe az életközösségek fajgazdagságának és működőképességének fenntartása szempontjából jelentős, hiszen az egyetlen olyan számottevő területet borító művelési ág, amelyben a bolygatás, az emberi beavatkozás általában korlátozott mértékű. Az erdőhöz kötődik a hazai flóra, ez a növényzetet jelenti, mintegy 45%-a, és a fauna, azaz az állatok, esetében hasonló arány tételezhető fel. A hazai veszélyeztetett növényfajok több mint egyharmada is erdőlakó. Ezek a mondatok természetesen ugyancsak igazak a Kárpátok erdeire is. A természetjárás a turizmus egyik kiemelt ága, gyakori szintere pedig a Kárpátok erdővel borított hegyes-dombos vidéke. Az erdőknek az előbb felsoroltakon felül más szerepük is van, méghozzá olyan, ami közvetlen hatással van az anyaországra is. Hogy mi is ez? Az előadás későbbi részében visszatérek rá. Ugyan alig néhány perce azt mondtam, hogy nem száraz számadatok bemutatása lesz az előadásom, most mégis rögtön egy ilyen szakasz következik. Rengeteget halljuk ugyanis, hogy az ország területének több mint kétharmadát elcsatolták a békediktátumra emlékező illusztrációkon, pedig gyakran még a szomorú számok is szerepelnek. Hány nézetkilométert kaptak a környező országok? Nehéz elképzelni, mit is jelentenek ezek a szabad szemmel beláthatatlan területek. A következőkben néhány példán keresztül igyekszem közelebb hozni ezeket a számokat. Az első világháború előtt az Osztrák-Magyar Monarchia részét képező Magyar Királyság területe 325.414 nézetkilométer volt, ebből 42.541 nézetkilométer volt a Horvátszlávó Királyság területe. Összehasonlításképpen néhány európai ország mai területe. Németország 357.340 nézetkilométer. Lengyelország 312.658 nézetkilométer, Olaszország pedig 301.336 nézetkilométer. Láthatjuk, hogy európai szinten jelentős méretű ország voltunk egészen 1920-ig. A békediktátum során Romániához 102.813 nézetkilométer területet csatoltak. Összehasonlításképpen Bulgária ma 110.879 nézetkilométer területű, Baden-Württemberg és Bayern tartományok mérete együtt összesen 106.304 nézetkilométer, a mai kis Magyarország pedig 93.030 nézetkilométeren fekszik. Látható tehát, hogy Románia egy közepes országi területtel lett gazdagabb a mi kárunk. A szerb-horvát-szlovén királyság, később jugoszláv királyság, a horvát-szlovén királyságon felül is részesült országunk területéből összesen 63.370 nézetkilométernyi részt csatoltak oda. Összehasonlításképpen a Bayern tartomány 70.552 nézetkilométer, Litvánia 65.300 nézetkilométer, a mai Horvátország pedig 56.594 nézetkilométer területen fekszik. Csehszlovákia 61.642 nézetkilométer területen részesült. Összehasonlításképpen Lettország mérete 64.589 nézetkilométer,
mai Csehország 78.865 négyzetkilométer, mai Szlovákia pedig 49.037 négyzetkilométer területet foglal, a tőlünk elszakított rész tehát nagyobb, mint a mai Szlovákia, és majdnem a felét tennék ki annak az országnak, ha a Csehországot és Szlovákiát újra egyesítenék. Ausztria, tehát egy szintén vesztes ország is kapott egykori magyar területeket, az Őrvidék került hozzájuk. Az előzőekhez képest jelentősen kisebb a méret, 4020 négyzetkilométer jutott Ausztriának. Összehasonlításképpen Győr-Moson-Sopron megye területe 4208 négyzetkilométer, míg például Luxemburg, az ország is nem a város, területe csupán 2586 négyzetkilométer, így kis túlzással mondhatjuk azt, hogy Ausztria is egy kisebb országnyi területet kapott. Pontos megjegyzés, hogy összességében Ausztria is komoly területi veszteségeket szenvedett a világháború következményeképp. Sokszor csak megújik a térképek szélén, de további területi veszteségei is voltak országunknak. Lengyelországhoz csatoltak 589 négyzetkilométernyi területet. Ez az előzőekhez képest tényleg kevésnek tűnhet. Azonban kontextusba helyezve láthatóvá válik, nem is olyan kicsi területet veszítettünk. Úgy tartják, egy fonyódi kilátóval belátható az egész Balaton. Én jártam már ott, a látvány valóban lenyűgöző, a tó szinte beláthatatlan. A vízfelülete átlagosan 600 négyzetkilométer, éppen csak meghaladja tehát Lengyelországhoz csatolt ország részméretét. Sajnos az én emlékeimben még élénken él a magyar foci csúnya visszapattanása a 2016-os Európa-bajnokságot követő örömmámorból. 2017 nyarán mindössze 468 négyzetkilométeren elterülő Andorra országának válogatottja 1-0-ra győzte le szeretett csapatunkat. Fiume városának sorsa különösen is érdekes. A 20. század során 6 országhoz is tartozott. 21 négyzetkilométernyi területe előbb függetlenedett, majd sorban Olaszország, a harmadik birodalom, Jugoszlávia, majd Horvátország részévé vált. Természetföldrajzi szempontból a ma Nagy Magyarországnak nevezett terület határai javarészt egybeestek a Kárpát-Merence határaival. Dr. Elekes Dezső a következőképp fogalmazta meg. Az Európa szívében fekvő történelmi, csonkítatlan Magyarország a legkifejezettebb, legösszefüggőbb szárazföldi egység az egész világon. Reklusz, Kjellén s több földrajztudós szerint iskolapéldaszerű földrajzi egység a legteljesebb medenceország. Elkülönülése a szomszéd területektől és belső összhangja természeti adottság, Isten adománya. Bár tenger nem határolja, a magas hegyfalak, völgyének az ország belseje felé lejtősödése, a folyóvizek összekapcsolódása, a központ felé növekedő népsűrűség nagy vonzó és összetartó erővel fogják egybe a terület. Hungária épp úgy táji, mint politikai fogalom, amely ezer éves fennmaradását népe kiváló államalkotó képességei mellett a természetnek is köszönhette. Ezzel szemben kis Magyarország a régi összefüggéseiből kiszakított területcsomag. Határai nem futnak természetes vonalak mentén. A trianoni határok nem esnek össze a népi határokkal, vonulásukat nem jelzi ritkuló népesség, nincs elválasztó erejük. Ugyan ez az írás stílusából érezhetően az erőteljes revíziós politika idején készült, tudományosan helytálló. Visszatérve a természetföldrajzra. A Kárpátok, mint hegység, nem csak országokat elválasztó határként funkcionált, hanem vízválasztóként is nagy szerepe van. Egy ország határait sajnos akár egy tolvonással meg lehet változtatni, de a vizek folyását annál nehezebb. Ezt később a szovjetek megpróbálták ugyan, de a Davidov terv, amely részeként két hatalmas szibíriai folyam, az Ob és a Jenyiszei folyását megkívánták fordítani, többek között a földmunkákat atomrobbantásokkal elősegítve, szerencsére a tervezőasztalon maradt. Visszatérve Magyarországhoz, legjelentősebb folyónk a Duna, ami a Fekete-erdőben ered, majd a Dévényi kapun keresztül tör be a Kárpát-merencébe. Egyes jobboldali mellékfolyóit leszámítva, például a Rába, vagy a mai határvonalat jelentő Dráva, illetve az egykori határfolyó Száva, a Kárpát-Verence többi vízfolyása területén belül ered. Példaként említem a Tiszát, amit 1920-ig a legmagyarabb folyónak tartottak, hiszen forrásától a Dunába torkollásáig végig magyar területen folyt. Vízgyűjtő területe a Kárpát-Verence keleti felét foglalja magába, mellékfolyói viszont részben vagy szinte teljes hosszúban az új határokon kívül kerültek. A Maros 749 km-es hosszából például csak 48 km esik a mai Magyarország területére. Mit is veszítettünk tehát vízrajzi szempontból a trianoni döntéssel? A folyóvizek természetes élőhelyek, kulcsszerepük van a mezőgazdaság szempontjából,
A nagyobb folyók szállítási útvonalként is funkcionálnak, a rájuk telepített vízerőművek pedig potenciális lehetőséget biztosítanak a fosszilis energiahordozók egy részének kiváltására. Mészáros Csaba a következőket írta a Magyar Energetika szaklapban. A trianoni döntés után át kellett értékelni a hazai vízenergia hasznosítás lehetőségeit, hiszen az elcsatolt területeken voltak azok a potenciális helyszínek, amelyek a nagy magasságkülönbséget biztosíthatták a vízerőművek számára. Magyarországnak nem maradt más, mint a nagyobb folyóink kis esésű, de viszonylag nagy vízhozamú lehetőségeinek kihasználása. Egy adott folyószakaszon kinyerhető villamos energia mennyisége az eséssel és a vízhozammal egyenesen arányos, így a kettő szorzata még akkor is jelentős lehet, ha valóban kicsi esésekről van szó. Téves és megtévesztő az a gyakran hangoztatott vélemény, hogy síkvidéki folyókon nem érdemes vízenergia termeléssel foglalkozni, mert gazdaságtalan. Nem vesztettünk el tehát mindent, de az egyértelmű, hogy Trianonnal vízerőművek telepítésére alkalmas helyszíneket csatoltak el tőlünk. Másik jelentős probléma, hogy például csak a Duna 142 km hosszan határfolyó. Ide csak az érintett országok közötti együttműködés teszi lehetővé vízerőmű telepítését. A képen látható bős nagymarosi vízlépcső kudarca jó példa arra, hogy ez milyen nehézségekkel járhat, a helyzet a mai napig sem rendeződött megfelelően. A vízerőművek nem csak energiatermelésük miatt fontosak, hanem bizonyos mértékben tudják kontrollálni egy folyó vízjárását. Magas hegységekben ez egy általános rendszer, sok tározó alapvetően árvízvédelmi célból épül, és úgymond mellékesen egy erőművet is telepítenek hozzá. Egy vízerőmű és a hozzá kapcsolódó tározó és gátrendszer tudja lassítani egy árhullám levonulását. A klímaváltozás következtében egyre inkább szélsőségessé váló időjárásunk egyik velejárója a pusztító árvizek gyakoribbá válása. Egyik példaképen dr. Nagy Balázs geográfus a Tiszai Alföld árvízvédelmi rendszeréről is beszélt az egyik országos médiában megjelent interjújában. Kiemelte, hogy a rendszer érdembeli működéséhez szükséges a hegyvidéki vízvisszatartás, csak az már határainkon túlesik. A hirtelen hóolvadás vagy extrém csapadékmennyiség következtében levonuló áradások kiváltó eseményei, hiába például a felvidéken következnek be, az áradásai ugyanúgy érintik országunkat is. 2010-ben ez történt Észak-Tehet Magyarországon, amikor a Sajó, a Hernád, a Bodrog és a Bódba is megdöntötte addig legmagasabb vízállását, komoly természeti katasztrófát okozva ezzel a régióban. Az előadásom bevezetőjében jeleztem, hogy az erdők kérdésére még vissza fogok térni. Vagyis mi lehet a kapcsolat az erdők és a folyók között? Az árvizek esetében sokszor nem pusztán a vízmennyiség a pusztító, hanem a sebesség, amivel megemelkedik a vízszint. Ha ez lassan, fokozatosan történik, van esély felkészíteni a veszélyeztetett területet, megszervezni a védekezést, megemelni a gátakat, kitelepíteni a lakosságot, megnyitni a tározókat és a többi. Azonban, ha ez hirtelen jön, beüt a katasztrófa. Egy domboldal esetében az, hogy erdős, gyérebb növényzet borítja, vagy szinte csak a kopár sziklák sorakoznak rajta, döntően megváltoztatja a lefolyás sebességét. Ha rövid időn belül extrém mennyiségű eső esik egy erdős domboldalra, maguk a növények felfogják a csapadék egy részét, a gyökerek felszívják az extra nedvességet, átnedvesedik a talaj. Csak akkor kezd a felszínen a völgy felé indulni a csapadék, miután a rendszer telítődött. Egy kopár hegyoldalon viszont azonnal megindul a lefolyás. Akár a felszínen, akár a hegyek repedéseiben, de szinte egyből lejut a völgy mélyére a vízfolyásig, ami utána megáradva, nagy sebességgel viszi tovább az extra csapadékot. Sajnos nekünk, magyaroknak már nem nagyon van beleszólásunk abba, hogy a Kárpátok mentén melyik völgyekről termelik le tarvágással a faanyagot, melyik patakok, folyók esetében kell megnövekedett villámáradás veszéllyel számolni. Mi csak reagálni tudunk a helyzetre. Természetesen egy átgondolt, összehangolt árvízvédelmi stratégia két ország között nem lehetetlen. Erre kell törekedni a továbbiakban is. Az áradások mellett azt sem tudjuk már kontrollálni, hogy a folyóink felső szakaszai milyen szennyezések juthatnak be a vízbe. A legszörnyűbb példa erre a 2000 telén bekövetkezett tiszai cianid szennyezés. A nagybányai Aurul bányavállalat ülepítőjének átszakadt a gátja, és ennek következtében 100 ezer köbméter cianid és nehézfém tartalmú szennyvíz jutott a Lápos folyóba, onnan a Szamosba, majd a Tiszába. A vállalatnak nem volt kárelhárítási terve, ráadásul nem is jelezték a balesetet egyből a hatóságok felé. A magyar vízügyi szervek csak másnap tudták meg, hogy a halálos szennyezés útban van felénk. A Tisza teljes élővilága elpusztult. Becslések szerint a halveszteség meghaladta az 1200 tonnát.
magyar állam sajnos sikertelenül próbált kártérítést szerezni a katasztrófáért felelős vállalattól. Néhány évente felmerül, hogy újra nyissák a nagybányai üzemet, vagy máshol újat hozzanak létre, például Verespatakon. Egyelőre azonban ez sikerült elkerülni, és reméljük, ez így is marad. A döntés sajnos nem az országunk kezében van. Többször is előkerült előadásomban, hogy egyes vízfolyásaink hosszú kilométereken át a határt jelentik. Ilyen a Duna, a Dráva, a képen látható Ipoly, vagy például a Ronyba-patak. A Duna és a Dráva komoly, hajózható folyók, fontos a szerepük a vízellátás szempontjából is, a szomszédos országok szempontjából érthető volt a vágy, hogy nekik is legyen hozzáférésük ezekhez a folyókhoz. Az Ipoly azonban már, ahogy látható, már más kategória, szélessége legfeljebb 15 méter, de átlagosan a tízer sem éri el. A Ronyba-patakot pedig, az áradások idejét leszámítva, megfelelő nekifutással át is lehet ugrani. Az anekdoták szerint az Ipolyt éppen árvíz idején szemlélték meg a levegőből a nemzetközi küldöttek, és így szinte Duna szélességűnek tűnt a folyó, a Ronyba esetében pedig a parton tüzet raktak a csehek, és a füstöt pokróccal legyezve hitették el, hogy már pedig az a patak hajózható. Jó magam, észak-kelet-magyarországiként már korábban hallottam ezt a szóbeszédet, csak pokrócok helyett csónakba helyezett gőzgéppel. Történészek azonban ezekről a legendákról semmilyen feljegyzést nem találtak, többek között Ablonczi Balázs sem, aki könyvében ismerteti, hogy az Ipoly és a Ronyba határa tétele egyáltalán nem a hajózhatóságról szólt. A tőlük északra húzódó jelentős vasútvonalak voltak azok, amiknek a határainkon kívül kellett maradniuk. Sok folyón felső szakasza pazar völgyeket vágott a Kárpátok hegyeibe, amik természeti szépségként és turisztikai célpontként is komoly veszteségek. Gondolok itt például a Hernád áttörés csodálatos szurdok völgyére, ami az egyik legkalandosabb túraútvonal a Kárpát-medencében. De ugyanígy turisztikai szempontból említhető, hogy a Fertő-tó határtóvá vált, és a strandolásra alkalmasabb része Ausztriához került. Ma a 11 kiépített fürdőhely közül mindössze egy található Magyarország területén. Az előbbiekben taglalt témákhoz képest ez talán kevésbé jelentős, de ugyanúgy szomorú veszteség. Az új határok meghúzása tudományos logikát nem követett, se természetföldrajzi, se nemzetiségi szempontok alapján. Sok város került nehéz helyzetbe, hiszen például iparuk olyan nyersanyagra épült, ami az új határokon kívül rekedt. Példaképp említem az elcsatolt bányavidékeket Felvidéken és Erdélyben, miközben a nehézipari városok, mint Győr és Miskolc, az ország része maradtak. Vagy éppen a budapesti malmokba szállító legfontosabb gabonatermő területeink, Délbácska, Bánát és Csallóköz is az új határainkon kívül rekedtek. A következőkben arról beszélek majd egy keveset, hogy mit jelentett és jelent ma is az országunk számára a trianoni békediktátum, a város hálózatunk szempontjából. Egy települést, a népesség száma és a részben, de nem feltétlenül ebből adódó funkciói elhelyezik a város hierarchiában. Egészen a szórvány településektől a fővárosig terjed a skála. Alacsonyabb szinteken a különbséget az jelentheti, hogy van-e a településen bolt, iskola. Magasabb szinteken már az, hogy van-e kórház a városban, milyenek a kulturális lehetőségek, például mozi, színház és a többi. A település hierarchia minden szintjére igaz, hogy a központ a funkcióit nem csak a saját lakói számára, hanem az egész környezetének nyújtja, csak a vonzás körzetek mérete változik. Az oktatás példáján keresztül így tudnám érzékeltetni ezt a rendszert. Egy délborsodi tanyán élő gyermek születése utáni első 3 évét szinte teljes egészében otthon tölti. Ezután szülei beviszik a falusi óvodába, Oszlára. Mivel itt nincs általános iskola, így 7 éves korától már a szomszédos Tiszapalkonyára jár, ahová a környékbeli kis falvak és tanyák gyermekei tartoznak. Hamar kiderül, hogy nagyon tehetséges és szorgalmas diák, így a tanárok javaslatára 6. osztály után a közeli kisváros, Tiszaújváros gimnáziumába jelentkezik, mi az egyetlen hasonló intézmény a járásban. Érettségi után a megyeszékhelyen Miskolcon folytatja tanulmányait, itt végzi el az alapképzést a megye egyetlen egyetemén. Az őt érdeklődő mesterképzés azonban már csak a fővárosban érhető el, így Budapesten fejezi be tanulmányait. Ez csak egy példa, de hasonlóan működik az egészségügyben, a kultúrában és még rengeteg más helyzetben a vonzáskörzetek és központjai kapcsolata a város hierarchia egyes szintjei. 1873-ban Pest, Buda és Óbuda egyesülésével létrejött Budapest. Gyors fejlődésnek és növekedésnek indult, a századfordulóra európai szinten is jelentős várossá vált.
Más települések ezt a növekedést nem tudták megközelíteni se, Budapest egyértelmű központi szerepe már a trianoni döntés előtt is megkérdőjelezhetetlen volt. A következő szintet a regionális központok jelentették. Népességük és vonzáskörzetük nagy, szerepük jelentős az ország életében. Mivel ez nem egy közigazgatási rang volt, hanem a funkciói következtében sorolták be az adott korszakkal és térséggel foglalkozó kutatók, pontos szám nincs, 10-12 város tartozott ehhez a mondhatni második vonalhoz. Közöttük is lehet azonban különbséget tenni. 1910-ben Beluszki Pál kutatásai alapján 6 teljes értékű regionális centrum volt az országban. Zágráb, Kolozsvár, Pozsony, Kassa, Debrecen és Temesvár. Részleges regionális centrum volt Szeged, Pécs, Nagyvárad, Arad, Győr és Brassó. Miltényi Károly Magyarország a 20. században kiadvány településhálózat című fejezetében a következőket írta. A századforduló magyar városhálózatának fő ismérvei. A főváros nyomasztó túlsúlya, a kisvárosok feltűnően alacsony száma és a fejlett kisváros hálózat hiánya. Ebből az következik, hogy a régiós központok és megyeszékhelyek a kisvárosok hiányában sok, tőlük akár nagy távolságra levő falunak és szorványtelepülésnek voltak, a hierarchiában közvetlenül felettük álló, számukra elsődleges központi funkciót nyújtó települései. Ezt a rendszert vágta ketté teljesen a trianoni diktátum az újonnan meghúzott határok környezetében. A 12 regionális centrumból 8 került határainkon túlra. A teljes értékű regionális központok közül csak Debrecen maradt Magyarország területén. Az új határtól bő 20 kilométeren belül található azonban Pozsony, Kassa, Nagyvárad és Arad is. Továbbá ugyanígy határhoz közeli, külhoni településé vált például Komárom, Ungvár, Munkács, Szatmárnémeti és Szabadka is. Vonzás körzeteiket azonban ketté vágta a határ. Sok, a mai határ magyar oldalán fekvő település feszítette el a központját, közigazgatási, oktatási, kulturális és gazdasági értelemben is. Ugyanez a helyzet fordítva is lezajlott azon városok esetében, amelyek a határ közelében, de a magyar oldalon fekszenek. A két világháború közötti időszakban a határ mindkét oldalán kiemelt fontosságú volt a határközeli területek infrastruktúrájának, gazdaságának, szolgáltatási rendszerének fejlesztése, így a károk valamiképp mérséklődtek, de sokszor még ma is érzékelhetőek a nehézségek. A felvidéki Borsi esetében például hiába mindössze 4,5 kilométerre fekszik a Sátoraljaújhelyi kórháztól, mivel elválasztja őket a határ, a Királyhálemeci Kórház ellátási területéhez tartozik, ami viszont már 25 km távolságra van tőle. Ez csak egyetlen kiragadott példa a sok közül. A határ meghúzások az infrastruktúrában is komoly nehézségeket idéztek elő. A határon túlra került városok népessége és ipari kapacitása mellett a pályaudvaraikat, vasútvonalaikat is elveszítettük. A századfordulót követően Magyarország lakosságának nagyobb távolságra történő közlekedése főleg vasúton zajlott, az automobilok még nem terjedtek el. A vasúthálózat Budapest központú, sugaras elrendeződésű volt, de sok helyen a régiós centrumokat már összekötötte egymással a hálózat. Ezeket a vonalakat ítélték meg szomszédos országaink és a döntőbírák kulcsfontosságúként, így nem maradhattak nálunk. A korábban említett Ronyvapatak esetében is a nyugat-kelet irányú vasútvonal Csehszlovákiához való csatolása volt az indok a határpatakká avanzsáláskor. Azzal sem törődtek az illetékesek, hogy ezzel Sátoraljaújhely város konkrétan elvágták a villanytelepétől. A trianoni döntés tovább erősítette az ország Budapest központúságát, ami a mai napig jellemzi Magyarország település és közlekedési hálózatát is. Ez is csak egy példa arra, hogy ugyan már 100 év telt el a döntés érvénybe lépése óta, de a hatásait a mai napig érezzük. Remélem sikerült a határváltoztatások vízrajzi vonatkozásait és a városhálózatra kifejtett hatásait új nézőpontból megvilágítanom, és esetleg új információkat is átadnom. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, Isten áldja Önöket!